Ebben az évben is Püspök Ladány adott otthont az országos kismotor fecskendő szerelési bajnokság harmadik fordulójának. Június 22-én a városi sportpályán megtartott eseményen három kategóriában összesen 10 csapat mért össze tudását, idén is érkeztek versenyzők a határon túlról. A részletekről Kovács Ferenc, tűzoltó dandártábornok, a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője beszélt televíziumnak. Ez egy még nem jubileumi alkalom, a következő esztendő lesz a jubileumi alkalom. Mi amikor kitaláltuk ezt a versenyt, akkor az összetartozás, a tűzoltó sportnak a fejlesztése, a hagyomány megőrzés volt az alapvető célunk és feladatunk. Gondolkodtunk országos szinten ebben a versenysportban, és azt gondolom, hogy a verseny sorozaton indulók száma egy olyan 30 és 50 csapat között van, attól függően, hogy melyik, az ország melyik részén kerül megrendezésre a verseny sorozat egy-egy állomása, és azt gondolom, hogy elég népes kis csapatok szoktak eljönni. Általában 10 és 20 csapat között van egy-egy versenyállomáson az indulóknak a száma. És ezek a csapatok már jól felkészült csapatok, akik szívvel és lélekkel csinálják ezt az egész sportot, nem kímélve az ő saját szabad idejüket. És ez egy nagyon-nagyon jó csapat összekovácsoló, nevezzük azt csapatépítő tréning is egyben a csapatok számára, és a megrendező város számára is. Azt mondhatjuk, hogy Püspökladány városa nagyon komolyan támogatja a Püspökladányi katasztrofális kirendeltséget. Azt megelőzően is, amikor hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokság volt, és most is, 2012 óta. Nagyon jó az együttműködés a Püspökladány város vezetése és a katasztrófavédelmi kirendeltség és a megyei igazgatóság között. Harmadik fordulója van ennek a versenynek. Lehet-e tudni, hogy honnan érkeztek csapatok? Felvidékről is érkezett egy férfi csapat, női csapat, Hajdú-Bihar megye, Győr-Sopron, Bács-Kiskun megyéből érkeztek csapatok. Mi előzi meg ezt a versenyt?
A verseny előtt a csapatoknak a felszereléseit a bírák leellenőrzik, megnézik, hogy szabályszerűek-e a technikai eszközök, azt követően pedig egy bírói egyeztetés történik, és utána pedig megállapítják azt, hogy ki mely fordulóban fog indulni, hanyadik számú versenyző lesz. Indítás fog következni modern kategóriában, nem a csapatok. A harmadik fordulóba kik kerülhetnek be? Tulajdonképpen itt arról szól a történet, hogy ez egy hét verseny alkalomból álló verseny. Április, május, június, július, augusztus, és így tovább, és így tovább, és így tovább, és gyakorlatilag mindenki jöhet az egész országból, aki a nevezését leadja. Weben történik a nevezés, mindig az nyitja meg azt a webfelületet, az a kirendeltség, vagy az a település, ahol a verseny éppen fog történni. A csapatok száma az hogyan áll össze? Van konkrét létszám, vagy ezt mindenki egyénileg dönti el? Egy csapat maximum 10 főből állhat, attól függően, hogy kinek milyen beosztást szánnak a csapatban. Figyelem rajthoz! Vigyázz! A csapatok felsorakozása után Kis Zsigmond püspökladány alpolgármestere és Kovács Ferenc tűzoltó dandártábornok köszöntötte a résztvevőket. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Püspökladány város önkormányzatának nevében külön köszönteném Kovács Ferencet, a megyei katasztrófa védelem igazgatóját. Lövény Csabát, aki püspökladány katasztrófa védelemnek az igazgatója. Nemes Istvánt, aki a lebonyolításért felel a főbírónkat. És az előjárókat, a katasztrófa védelem részéről előjáró urakat mai rendezvényen. És nem utolsó sorban a csapatokat, akik most teljes szereléssel ugye állnak itt a mai rendezvény előtt. Püspökladány városának nagyon-nagyon fontos az, hogy nagyon jó kapcsolatot ápol a katasztrófa védelemmel, különösképpen a helyi vezetőjével. Püspökladánynak nagyon fontos az, hogy azok a tűzoltók, katasztrófa védelemben dolgozók megfelelő felkészültséggel rendelkezzenek, és bizonyítják is nap mint nap itt városunk környékén, a Sáréten az, hogy megfelelnek ezeknek az előírásoknak. És külön örülök annak, hogy mi Püspökladányban lehetőséget tudunk arra nyújtani, hogy ne csak a éles helyzetben, hanem itt egy verseny keretében is meg tudják méretetni egymás között a dolgozók a különböző szervezetek formájában. Én bízok benne, hogy ez a mai rendezvény is
azt fogja megmutatni, hogy előre haladtunk, mert ugye most már azt tudjuk, hogy nagyon jók vagytok, hanem ugye az idővel kell igazából versenyezni, és nyilván aki a legjobb teljesítményt tudja nyújtani, ő fogja elvinni a mai trófeát. Ez mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok a mai napra. Köszönöm szépen! Hölgyeim és uraim, tisztelettel köszöntök mindenkit, különös tekintettel felvidéki magyar barátainkat, és megköszönöm nekik, hogy elfáradtak ide Püspökladányba, nem kis utat hagyva maguk mögött, de ez azt jelképezi, hogy a tűzoltó barátság az határokon átnyúló, pláne úgy, hogyha honfitársainkról van szó. Én azt gondolom, hogy a püspökladányi versenynek most már hagyománya van, mivel évek óta itt rendezzük meg a kismotor fecskendő versenynek a egyik állomását, fordulóját. Nem volt ez mindig így, épp a verseny előtt anekdotáztunk arról, hogy jövőre lesz 10 éves ez az egész versenysorozat, amit annak idején néhány, akkor még 5 parancsnok talált ki, hogy ezt a tűzoltói öntudatot és barátságot és a hagyományérzést fent tudjuk tartani. És eltelt 10 esztendő, sok-sok versennyel, sok győztes csapattal, közöttük nem utolsó sorban a debreceni és a püspökladányi csapattal. Ez pedig azt jelzi, hogy amit alpolgármester úr is mondott, hogy a csapataink nem csak a szakmában felkészültek, hanem a versenysportban is, és ez pedig jelentkezik a mindennapi életben a munkájuk során. Megköszönöm mindenkinek a felkészülést, kívánok balesetmentes sportolást, jó időeredményeket. Egy technikai sportban nem elegendő, hogy az egyén milyen mértékben felkészült, a technikájának is felkészültnek kell lenni, mert bármelyik pillanatban beüthet egy-egy olyan műszaki probléma, amely másodperces veszteséget okozhat a csapatnak. Én azt kívánom, hogy ilyen ne történjen, és mindenkinek kiváló eredményeket kívánok, jó sportolást, ezen a versenyt megnyitom. Köszönöm szépen! A tavalyi évhez hasonlóan idén is 3 kategóriában, modern, retro és női kategóriában mérhették össze gyorsaságukat, felkészültségüket a versenyzők. A püspökladányi tűzoltók modern kategóriában 27,66 másodperc alatt fölényes győzelmet arattak, ezzel a forduló legjobbjának bizonyultak. Az eredmény hirdetésre kora délután került sor. Az első helyezettnek serleg, a dobogósoknak érem járt. A verseny valódi célja mégsem a dicsőség, hanem a csapatmunka elősegítése, az összetartozás érzésének erősítése. A megméretetés folytatódik az ország több állomásán, ősszel pedig kiderül, hogy ki az idei év bajnokcsapata kismotor fecskendő szerelésben.